A Shape Outside CSS Property segítségével alakzatokat, illetve képeket tudunk körbefuttatni szöveggel, de nem csak négyzetes formában, hanem bármilyen alakzatot létre tudunk ehhez hozni, akár kört, vagy bármilyen egyéb sokszöget. Egyáltalán nem mai dologról van szó, ez legalább öt éve létezik, és ma már szinte az összes modern böngésző támogatja, kivéve egyet, de azt szerintem ti is ki tudjátok találni, hogy melyik. Így néz ki a HTML, amit használni fogunk, semmi extra nincs benne, mindössze két bekezdés, illetve van egy wrapper, amin összesen annyit állítottam be, hogy 600 pixel széles legyen, illetve van egy auto margin, hogy középre kerüljön a böngészőben. Ezen kívül van egy háttérszínünk és egy betűszínünk, összesen ennyit fogunk látni, hogyha ezt most megnézzük a böngészőben. Átkattintok ide a másik tabra, ahol megnyitottam a Shape Outside-nak a dokumentációját. Itt látjuk a négy felhasználási módot, az egyik az, hogy kört hozunk létre körbevágási formának, a másik az, hogy ellipszist, használtunk képet, illetve sokszöget. Ha kicsit lejjebb görgetünk, akkor látjuk a szintaktikáját, hogy hogyan kell használni. Itt van egy olyan dolog, hogy margin content border, vagy padding box, ezzel azt tudjuk meghatározni, hogy a körbefolyatás az melyik érték mentén hajtódjon végre. Tehát mi azt fogjuk most csinálni, hogy beillesztünk majd egy képet, vagy csinálunk egy divet, teljesen mindegy. Ráteszünk mondjuk egy 40 pixeles margint, és a shape outside-nál beállítjuk a margin box értéket, ezzel azt fogjuk elérni, hogy a marginnak a mentén történjen majd meg ez a körbefolyatás. Ahhoz, hogy ezt ki tudjuk próbálni a gyakorlatban, először is itt a bekezdésünknek az elején hozzunk létre egy divet, adjunk rá egy class aminek az lesz a neve, circle, ezzel utalva ennek az alakjára. A hozzátartozó CSS-ben annyit fogunk beállítani, hogy 200 pixel széles lesz, 200 pixel magas lesz, és teszünk rá egy 50%-os border radius ami arra szolgál, hogy ugye lekerekítsön minden oldalát 50%-kal, és ezáltal egy kört fogunk kapni. Ahhoz, hogy ez a kör láthatóvá váljon, rá kell, hogy tegyünk egy fehér háttérszint, és ha most frissítjük, akkor már is itt szépen meg fog nekünk jelenni. Na most ezzel a megoldással annyi probléma van, hogy ugye a pétegen belül nem lehet elvileg divet használni, úgyhogy most ezt a problémát akkor meg fogom kerülni, és akkor ezt átírom spanre. Ez ugye egy már szintaktikailag szabályos, csak akkor itt a display beállítást a át kell arra, hogy block. És ebben az esetben már is a sorok közötti távolság az vissza fog állni az eredetire. Na most a shape outside az kizárólag flótos elemeken működik, tehát ha azt szeretnénk, hogy ki tudjuk próbálni, akkor rá kell, hogy tegyük a float left beállítást erre a körre, tehát ugye a szöveg már ugye oda kerül szépen mellé, és azt szeretnénk elérni, hogy ezt a vonalat kövesse majd, tehát hogy ugyanolyan alakja legyen a körbefolyatásnak, mint maga az alakzat, vagy maga a kép, ami jelen esetben egy kör alakú div, vagyis ugye span, de azért, hogy valami legyen is benne, tegyünk bele egy háttérképet, én betettem ide két képet ugyanebbe a könyvtárba, és úgy néz ki, hogy 1.png a neve a képnek, aztán hogy hogyan jelenik meg. Igen, ez egy egérnek a képe lesz, és akkor azt fogjuk csinálni, hogy függőlegesen és viszintesen és középre fogjuk igazítani, illetve mivel kicsit nagyobb a kép, ezért egy background size rend fogunk tenni és ennek az értéke pedig cover lesz, és hogyha minden jó sikerült, akkor középre fogja nekünk tenni az egérnek a képét ezen a körön belül. Csináljuk most meg, hogy ne tapadjon rá annyira a szöveg a körre, tehát akkor használjunk margin-t, ahogy az elején mondtam. Fölőre ugye nem kell, mert fölötte nincsen semmi, és akkor legyen mondjuk egy 50 pixeles margó a jobb oldalán, tehát ezt eltújjuk mondjuk itt 50 pixellel, és akkor hát alul, alul lehet, hogy alul legyen mondjuk 30 pixel, megnézzük, hogy néz ki, ez így körülbelül jó is lesz. És akkor most már csak az van hátra, hogy elkezdjük használni a Shape Outside beállítást. Tehát leírjuk először is azt, hogy Shape Outside. És először is a circle fogjuk kipróbálni, mert ez ugye egy kör alakú kép, amit most használunk, és az értékére 50%-ot fogunk beállítani. És ezután kell szó közzel elválasztva megadni azt, hogy hova szeretnénk illeszteni majd ezt a körbe és mi ugye a margin boxot fogjuk választani, tehát itt látszik ez a margin box beállítás, ezt szépen megfogjuk, és ide átmásoljuk. Megnézzük az eredményt, és egyből látni fogjuk, hogy szépen körbe nekünk a képünket, de amint látszik azért ez így nem teljesen tökéletes, mert itt alul egy kicsit nagyobb a margó, úgyhogy akkor ezen csökkentsünk, tehát ezt a 30 pixelt leveszem mondjuk 20 pixelre, és akkor így már is egy kicsit jobban fog kinézni az eredmény. Így működik tehát a kör alakú kivágás, és akkor most csinálunk még egyet, beszúrunk ide egy képet a második bekezdésbe is, ez most maga az IMG tag lesz, amit használni fogunk, és akkor ez volt az 1.png, de pedig egyszerűen beszúrjuk a 2.png-t, és akkor teszünk rá egy class -t. Ez egy videókártyának lesz a képe, tehát akkor végé lesz a class név. Megnézzük, hogy hogy néz ki. Itt van, így néz ki ez a videókártya és azt fogjuk csinálni szépen, hogy ö, először is rátesszük azt, hogy float left, ugye, mert csak flottos elemeken működik a shape outside beállítás, tehát azt mondjuk, hogy float left, ekkor már be is kerül ugye a szöveg az ide szépen mellé jobbra, de jó lenne, hogyha valamennyire egy kicsit azért követni ennek a videókártyának a formáját a körbevágás, illetve maga a szöveg. Hát először is tegyünk rá egy margint itt is, mert ugye nagyon rá van tapadva minden irányból a szöveg. Tehát akkor csináljuk azt, hogy ugye ez a szöveg közepén van, tehát akkor fölül legyen rajta 40 pixel, jobb oldalra is mert a 40 pixel, alulra is 40 pixel, balra pedig nem kell semmi, mert ugye itt nincsen mellette semmi. Ha frissítjük, akkor így fog kinézni. Már is jöhet a shape outside, tehát azt mondjuk szépen, hogy shape outside. És most nem a circle fogjuk választani, hanem a poligont. Hát szépen fejünk. ide, én most kimásolom ezt, ami ide be van írva. A kezdő értéknek teljesen jó lesz. Megnézzük, hogy ez hogy néz ki, nyilván teljesen mindegy, hogy most ez milyen formát fog adni mert azt szeretném megmutatni, hogy egyrészt léteznek ez különböző bővítmények a böngészőben, amik segítik ennek a sépnek, az alakítgatását, de a Firefox az natívan tudja ezt, tehát hogyha ráfrissítünk itt, és szépen előszedjük itt a Developer tools az F12-vel, kiszelektáljuk ezt a képet, tehát ezt a végia class nevezetű képet, akkor itt az a stílusoknál fogjuk látni a Shape Outside beállítást, ugye? És megjelenik ez a picik kis ikon, ami jelöli, hogy ez egy poligon. Ha erre rákattintunk, akkor itt meg fognak jelenni a poligonnak a csomópontjai. Na most ezeket akkor szépen oda húzgáljuk, ahova szeretnénk, és be tudjuk állítani azt a formát, amire szükségünk van. És hogyha megnézzük, és picit túlhúzzuk, akkor látni fogjuk, hogy ott van a margin, amit beállítottunk. És azért is előli szaggatott vonala, mert ugye margin box beállítást használtunk, tehát ami túlóg a marginon, az már nem lesz rá érvényes. Úgyhogy nekünk a margin értéken belül kellene maradnunk. Hát szerintem ez most így nagyjából jó lesz, és ha meg vagyunk vele, akkor annyit csinálunk, hogy szépen ide rákottintunk, kimásoljuk ezt az értéket, és ide beillesztjük a CSS fájlunkba, remélem, hogy mindent jól csináltam, a frissítjük, akkor pedig látszik, hogy föl is vette azt a formát, amit az imént beállítottunk. Nem mondom, hogy tökéletes, de azért egyáltalán nem olyan rossz. Megnézzük, hogy chrome hogy néz ki az eredmény. Ott is látszik, hogy ugyanígy megjelenik. Visszamegyek ide a körre, erre is nyomok egy vizsgálatot Firefox-ban. Itt is megjelenik ez a kis ikon, és ha erre rákattintok, akkor itt is ugyanúgy lehet árítgatni azt, hogy hol legyen ez az alakzat, ami mentén a szöveg körbefolyatását elvégezzük, és hogyha elégedettek vagyunk az eredménnyel, akkor egyszerűen kimásoljuk ezt, amit itt beállítottunk, és betesszük a CSS fájlunkba, ennyi az egész. Ha picit lejjebb görgetünk itt a dokumentációnak az oldalán, akkor látni fogjuk a böngészők támogatását, tehát hogy melyik böngészőben működik a Shape Outside, itt vagyunk lent, illetve a Can use oldalát is megnyitottam, itt is látjuk, hogy gyakorlatilag minden modern böngésző támogatja, kivéve az Internet explorer a 11-es verziója, de az a furcsa, hogy még az Edge sem tudja, tehát a legújabb Internet Explorer változata sem támogatja a Shape Outside használatát sajnos, de egyébként itt talán még jobban látszik, hogy az Internet Explorer-t leszámítva azért minden böngészőben biztonságosan használható.